Sziasztok, Tóth Andi vagyok, és köszöntelek benneteket a Háztartásom hulladék nélkül YouTube csatornámon. A mostani videóban a gyapjú pulóverem tisztítását fogom megmutatni nektek. Hogyan lehet úgy kezelni egy gyapjú pulóvert, hogy eredeti szépségét megtartsa. A Zero Waste háztartásomban nemigen találhatóak különféle speciális tisztítószerek, mosószerek, vegyszerek. Ezért abból szerettem volna kiindulni a gyapjú pulóverem mosásakor, amit itthon találok. A Marseille szappant korábban csak mosogatásra és kézmosásra használtam, azonban kiderült, hogy a Marseille szappant tökéletes a gyapjú ruháknak a tisztítására is. A lereszelt Marseille szappant forró vízben fel kell oldani, pont úgy, mint amikor egyébként mosószappanból és mosószódából mosógélt készítünk. A forró vízben feloldott Marseille szappant megfelelő hőmérsékletűre hűtöm hideg víz hozzáadásával. A Marseille szappanos mosószerhez adagolt eukaliptuszolaj vagy levendulaolaj antibakteriális hatású, nem csak frissíti a ruhákat, hanem a molyok ellen is hatékony. A gyapjú ruháink igazán problémás, foltos részeit átdörzsölhetjük nagyon óvatosan direktben a Marseille szappannal. A gyapjú pulcsi mosásakor nagyon óvatosan kell eljárni, nem szabad őket húzni-nyúzni, inkább csak nyomkodással szabad tisztítani. Öblítéshez ecetet vagy vízben oldott citromsavat használok. Ez a gyapjú eredetileg savas kémhatását fogja visszaállítani a szappan lugas kémhatása után. A vizes gyapjú pulcsit sem fogom csavargatni, hanem csak óvatosan nyomkodva, majd törölközőbe tekerve szintén nyomkodással szárítom. Végül a kedvenc gyapjú pulcsimat kint a teraszon fektetve szárítom meg. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, hamarosan egy újabb videóval és blogbejegyzéssel érkezem. Sziasztok!